Tehát elfogultságot jelentek, bár hozzáteszem, hogy kétlem, hogy bárki, akinek, mint mondtam, helyén van a szíve, elfogulatlan mondatokat vár most tőlem. Egy percnyi kétségem nem volt, hogy a mi nézőink közel 100%-a ugyanolyan Pitiáner történetnek tartja ezt az egész díszpolgárság meg nem ítéléséről szóló történetet, mint én. Bálint Gyuri bácsi, aki megjárta a Mauthauseni koncentrációs tábort, 100 éves születésnapja előtt önhibáján kívül egy méltatlan történetbe keveredett. SZDSZ-es múltja miatt a 16. kerületben nem lehet díszpolgár. És ez már az idén, ha nem fog elfogyni, akkor tele lesz termés. Amikor meglátogattam Bálint Györgyöt, vagy ahogyan az egész ország ismeri Bálint gazdát, éppen a saját barackfáját nézegette, és jól láthatóan pont nem érdekelte, hogy egy eddig szinte senki által nem ismert helyi politikus miket firkált róla a neten. Íme a megdönthetetlen bizonyíték arra, hogy Bálint gazda vétkes. Legalábbis Vince Ágnes 16. kerületi képviselő szerint. Ő ugyanis szó szerint ezt írta a Facebookra, miután fideszes társaival együtt nem szavazta meg a 100 éves Bálint gazda díszpolgárrá választását. Ha pitiség, ha nem, én sem SZDSZ-es múlttal, sem szocialista múlttal nem támogatok senkit díszpolgárnak. Lehet kiakadni meg személyeskedni, ebben a döntésemben az sem hatna meg, ha 110 éves lenne Bálint György. Gyuri bácsi amúgy végtelen nyugalommal vette tudomásul, hogy mit írt róla az asszony, aki életkora alapján akár a dédunokája is lehetne. Én csak sajnálom őt, hogy ez a véleménye, de hát mindenkinek kialakítja a saját véleményét. Elemezzük egy kicsit Vince Ágnes korábban idézett sorait. Ugye azt írta, hogy sosem szavazna olyanra, aki valaha SZDSZ-es volt. Ez alapján igencsak örülhet a hajdani szabaddemokrata Tarlós István, hogy nem Vince Ágnes dönt az ő sorsáról, mert nem tudom másként értelmezni a mondatait. A valamikori SZDSZ-es tagság megbocsáthatatlan bűn olyan, amelyik nem évül el. Erről amúgy már mém is született. Eszerint Tarlós nem indul újra a főpolgármesteri címért, mert Vince Ágnes úgysem szavazna rá. Gondoltam, megkérdezek már egy ismert ügyvédet, hogy mi van akkor, ha valaki tolvajként ítélnek el, és letölti mondjuk a 3 éves börtönbüntetését. Hogyha valakit végrehajtandó szabadságvesztésre ítélnek, és a büntetését kitölti, akkor egy meghatározott idő elteltével mentesül a hátrányos jogkövetkezmények alól. Nyilvánvalóan ez azzal jár, hogy a későbbiekben nem köteles arról beszámolni, hogy őt bármilyen módon is elítélték volna, és ez egyébként semmilyen nyilvántartásban nem látszik majd, tulajdonképpen ő büntetlen előéletűnek fog minősülni. Vagyis a törvény még a bűnözőnek is megbocsát, de Vince Ágnes nem ilyen elnéző. Nála egy hajdani SZDSZ-es tagság életfogytiglani bűnt jelent. Megszerettem volna kérdezni, hogy jól értem-e én ezt, de a telefonját nem vette fel, az SMS-emre meg csak annyit írt válaszul, hogy a korábban kiadott közleményben foglaltakon túl nem kíván nyilatkozni. Egyébként azt a közleményt nem is ő adta ki, hanem a polgármestere. Vince Ágnes azt is írta a Facebookon egy ellenzéki képviselő társának, hogy alapvető probléma, hogy nem bírod elfogadni, hogy a szerinted jó ember az mások szerint nem. No, akkor nézzük is meg, hogy mi mindent csinált eddig életében Bálint György, aki ugye az előbbiek alapján nem jó ember. Tehetős családban született, apja gazdálkodó volt, aki imádta későn jött fiát. 6 éves koromban kaptam egy kis póni fogatot, és apám azt mondta, hogy na fiam, akkor ettől a naptól kezdve a 2 lovat te gondozod. És tényleg nekem kellett etetni, itatni, tisztogatni a lovakat. A lovak és a termőföld szeretete máig megvan benne. 1941-ben diplomázott kertészmérnökként, de zsidó származása miatt nem sokat dolgozhatott a szakmájában. Előbb munkaszolgálatra hívták be, majd elvitték a Mauthauseni koncentrációs táborba. Én akkor már tényleg nagyon rossz állapotban voltam, szóval 42 kilóra lefogytam.
Ráadásul tífuszt is kapott, mégis meg tudott szökni a táborból, amit egyébként másnap felszabadítottak az amerikaiak. A fiatal Bálint Györgyöt egy közeli szanatóriumba vitték, ahol apácák ápolták őket. Nagyszerű élményem volt az, hogy 3 év után ott feküdtem először fehér lepedőn s ágyon. Ráadásul egy magyar származású amerikai katona bizonyos Kovács Őrnagy sűrű látogatta, és megpróbálta meggyőzni, hogy menjen vele Iowába, ahol nagyon kellenek a fiatal mezőgazdászok. De Bálint György haza akart jönni a családjához, és művelni akarta a földjét. Csak hogy a családját szinte teljesen kiirtották, a földjeiért meg eljöttek a kommunisták. Oda jött hozzám 2 úriember a Gyöngyösi Pártbizottságról, igazolták magukat, és mondták, hogy 2 dolog között választhatok, vagy internálnak, vagy 24 órán belül eltávozom. És akkor bepakoltunk 2 kofferba a feleségemmel, meg a másfél éves fiammal. És irány Budapest. Gyuri bácsi, akit korábban zsidósága miatt üldöztek, akkor éppen kulágsága miatt volt nem kívánatos. Az összes munkahelyén hamar kiderült, hogy valaha birtokos volt, így azonnal kirúgták. Végül növénygondozásból és kertásásból tartotta el a családját. Utóbbihoz amúgy is jól értett, hiszen a munkaszolgálatban folyamatosan tankcsapdákat ásadtak vele a keretlegények. Csak 1953 után kapott normális munkát, agronómus, majd főagronómus lett, de ahogyan mondani szokták, azután sem szállt el. Amikor állami gazdaságnak a vezetője voltam, akkor a többi főagronómus az mind hintól járt, én mind lóháton. Később főszerkesztője lett a Kertészet és Szőlészet című folyóiratnak, majd nyugdíjba vonulása után csatlakozott az Ablak című tévéműsor csapatához. Majdnem 30 évig adta a tanácsokat a kiskert tulajdonosoknak. Ott lett dr. Bálint Györgyből Bálint gazda, az ízesen és közérthetően beszélő szakértő. Egyébként a névválasztás majdnem politikai vihart kavart. A Szabad Európa Rádiónak, amely nagyon hallgatott, illegálisan hallgatott rádió volt Magyarországon, annak volt egy Bálint gazda nevű munkatársa. A pártbizottságon azután úgy döntöttek, hogy nem baj az, ha itthon is lesz egy Bálint gazda. Gyuri bácsi közben sorba írta a könyveit és járta az országot. Hogy mennyire szeretik máig, azt az is igazolja, hogy miután nem szavazták meg a díszpolgári címét, valakik bedobtak a postaládájába egy borítékot, benne ezzel a kis plakettel, amely szerint igenis díszpolgár ő. Ezt tetszett nekem a legjobban, hogy feladolnék. Egy Facebook csoport pedig arra biztatja a 16. kerületi tagjait, hogy válasszanak maguknak ők díszpolgárt. Az ottani szavazók 99%-a megadná ezt a címet Gyuri bácsinak. De nem csak ez jelzi, hogy alaposan lukra futottak a 16. kerületi fideszes képviselők. A startban a Fidesz frakció szóvivője, aki amúgy maga is SZDSZ-es volt korábban, diplomatikusan, de mégis kritikusan nyilatkozott az ügyről. Nyilván azok a képviselők ott a saját ismeretük alapján döntöttek, és bizonyára jól döntöttek. De ha Debrecenben lett volna ilyen előterjesztés, mi valószínűleg máshogy döntöttünk volna. Tényleg úgy tűnik, hogy csak Vince Ágnesnek, meg a másik 10 fideszes 16. kerületi képviselőnek van baja Bálint gazdával. Az ügyet amúgy a helyi LMP-s képviselő borította, aki Facebook oldalán írta meg, hogy az ország Bálint gazdája nem jó a kerületnek. Pont ők azok, akik mindig azt mondják, hogy a kelet értékei az elsők, egy frászt. Na, akkor politikai meggyőződés az első, és aki ebben nem fér bele, az nem lehet díszpolgár sem. Egyébként az ő posztjához írta a kommentjeit Vince Ágnes, ezeket amúgy azóta már törölte. Lehet, hogy azért, mert a többi facebookozótól tényleg hideget meleget kapott, amit ő így foglalt össze. Mennem kell a bölcsibe a gyerekért, mire visszajövök, biztos lesz jó sok b***am meg az anyám. A Vince Áginak nem sok rajongója van, de Gyuri bácsának rengeteg. Két embernek az emberi minőséget szerintem nem lehet összehasonlítani. Ági megérdemelt azt, ami kapott. Azt azért tegyük hozzá, hogy nem csak ő, hanem az összes többi fideszes is a másik jelöltre szavazott Bálint Györggyel szemben. Mivel hivatalosan még nem tudható, hogy ki ő, most én sem mondom el.
Amúgy egy ismert fiatal és szerintem nagyon jó zenészről van szó, aki alig 40 éves, és akit biztosan nehéz helyzetbe hozott az önkormányzat. Szerintem én inkább csak áldozat. Pontosan áldozat lesz, hogyha elfogadja. Mert hogy mondja Mizsei úr, ez a zenész jó sokáig nem moshatja majd le magáról, hogy Bálint Gazda elől hozta el a díszpolgári címet. Ráadásul úgy hallani, hogy az illető éppen el is akar költözni a 16. kerületből. De hagyjuk a politikusi ármánykodást és vissza Bálint Gazdához. Szerencsére jól van. Kicsit nehezen mozog, de szellemileg irigylésre méltóan friss. Naponta írja cikkeit a saját oldalára, a bálintgazda.hu-ra. Azért nem sok olyan 100 éves ember van, aki kezeli a laptopot és minden nap dolgozik. Egy dolog fáj neki nagyon, mégpedig az, hogy már nincsenek vele egyidős barátai. Nincs egy olyan ember, akinek azt mondhatom, hogy emlékszel, hogy 43-ban, hogy sieltünk a Mátrába. Az utolsó ilyen barátja Tomcsányi Pál akadémikus volt, aki tavaly halt meg 94 éves korában. Gyuri bácsinak most már természetesen a családján kívül tényleg csak a képekbe zárt emlékei maradnak. Szívesen emlékszik kedvenc lovára, amelyen rengeteget vágtatott, vagy éppen az első Skodájára, amelyet imádott vezetni, és szívesen forgatja saját könyveit is. A parlamentbe viszont sosem menne vissza. Azt a 4 évet, amit a parlamentben töltöttem, ezt tulajdonképpen zsákutcának érzem, szóval elvesztett idő volt ez. Persze nem azért, mert Vince Ágnes ezt megbocsáthatatlan bűnnek tartja, hanem azért, mert abban a 4 évben nem sokat tudott tenni a mezőgazdaság fejlesztéséért. Most viszont azt érzi, hogy jó felé megyünk, és a mostani agrárminiszter igazán érti a szakmáját. Egyébként pár nappal ezelőtt éppen tőle vehette át az év agrárembere címet. Ezt hallva megint csak azt érzem, hogy a 16. kerületi Fidesz igencsak lukra futott, amikor nem adott neki díszpolgári címet. Elszaladt az idő, búcsúzunk. Megkérem Gyuri bácsit, hogy üzenjen az egymással perlekedő politikusoknak. Voltert idézi. Én meg előre elnézést kérek önöktől a tegeződésért, de Gyuri bácsi kimondottan megkért, hogy ne magázzam. Egy nagy vita végén nem jutottak eredményre a vitatkozók egymással, és Kandiderre bölcsen azt mondja, hogy és végül is az a legfontosabb, hogy művelgessük kertjeinket. Ezt franciául is tudod? Igen. Hogy van? Il faut cultiver notre jardin. Azt hiszem, hogy ehhez nem tudok mit hozzátenni. A heti naplóban Erdési Zoltán lehetett Bálint Gazda vendége.